első műsorra ezt a csokoládé és traktor el, ahol szavaztok gyerekek ürve csatornán, egy különleges járművet hoztam ma a bemutatóba. Jobban mondva, azon gondolkoztam, hogy mit mondjak, hogy bemutatóba vagy tesztbe, mert igazából leginkább tesztelni szeretném ezt a gépet. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy tényleg valós-e, hogy ez a jármű, ugye a valóságban, ez egy úszóképes jármű, és hogy a játékban is megcsinálták-e, hogy ez úszóképes lesz, hogy képes-e a fizika kezelni azt a dolgot, hogy egy jármű úszóképes a valóságban, és ezt le tudják-e programozni. Erre nagyon kíváncsi vagyok, de először nézzük meg, hogy milyen járműről van szó, nézzük meg a testreszabási lehetőségeket nagyon gyorsan, és nézzük a motor. Ó, motort kár, hogy nem tudunk berakni, de ugye még egyelőre nem lehet. Finom hangolású, nagysebességű terepjáró különböző váltók, felfüggesztés szabályos, semmi extra. Ó, kerekek terén viszont egy csomó elérhető, sőt, még láncos kerekünk is lehet. Van sárkerekünk is. Lehet, hogy berakunk egy valamilyen sárkereket, ha már egyszer. Ó, milyen jó kis mintázatok. 47-es, 47-szoros sárkerekek, terepjáró kerekek is vannak itt. És ugye a vegyes terepre való ez a default kerék. Hát rakjunk rá egy ilyet, gyerekek, ha már egyszer, és nézzük csörlőt tekintetében. Nagy teljesítményű, autonóm, felderítő csörlőt is lehet rárakni, tök jó, pedig ezzel a járművel lehet szállítmányozni. Meghosszabbított közepes, rakjunk egy meghosszabbított, a gyerekek. A légző cső, ó, ez érdekes, a legtetején van, szóval hogyha a jármű teljesen nem süllyed el, akkor még működik a motorja, valószínűleg úgy, mint a valóságban is, legyen ilyen ég alakú, változtassunk már. Váz kiegészítők, ó, ez tök jó, van hozzá javítókészlet és üzemanyagtank, láthatóan ilyenkor azért megül a jármű, és ugye ennek van súlya, és van tetőcsomagtartónk is, amin szintén javítók alkatrészek vannak, portkerekek és üzemanyagtank. Ez tök jó, viszont az tetőcsomagtartóra, hogy ezt felbigyezted, attól még ugye a plató szabadon marad. De igen, hallgatok rátok, nyomok egy E-t is, és megnézzük, hogy milyen különleges dolgokat lehet még ide felrakni. Ugye van ez a felszerelhető dolog, ugye ez egy ilyen water jets, ami ilyen turbinák, amiknek segítségével ez a jármű a valóságban a vízben működik. De nagyon kíváncsi vagyok, hogy a játékban is ez megvan-e oldva. Aha, ezt fel, de akkor ez szükségünk van, mert különben nem fog működni, nem, srácok? Úgyhogy ezt meg is vettem. Aha, mit lehet? Ó, lehet ilyen blackout-os, minek nevezik a blackout-ot? Ilyen infrás lámpát is venni, ami ugye éjszakai környezetben, hát ugye ez egy katonai jármű, gyerekek. Tetőkörfényszórókat is tudunk felpattintani, hát pattintsuk fel. Nézzük a lehetőségeket, hát csak ez az egy verzió van. Nézzük a festéseket, egyébként nekem ez a keki színű, az nagyon tetszik, ez a default, úgyhogy ez valószínűleg marad. De hát ugye lehet ez mindenféle. Ó, ja, hogy marad a izé mintázat, de nagyon durván néz ki, gyerekek, komolyan. Ez tetszik, ilyen sivatagi, de ez nagyon adja. Hát ugye belső testreszabás külső nincsen, ezekkel annyira nem foglalkozott a készítő. De vágjunk be a lecsóba, és akkor kitűzök magamnak egy ilyen célt, hogy az legyne, hogy át kell kelni. Ugye még nincs kész a híd, ez egy ilyen teljesen steril pálya, nincs kész a híd, tehát nem tudnánk átkelni ugye a másik oldalra. Már itt a híd másik oldalára, de nem csináljuk meg a hidat, hanem megpróbálunk átkelni egy másik másik opcióval, tehát a vízen keresztül. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez tényleg le tudják-e programozni, bár lehet, én félek attól, hogy ez nem fog a vízbe működni, hanem így belemegyünk és elsüllyed. De tippeljétek meg szerintetek, hogy ez működni fog-e. Én nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ez milyen lesz. Ó, itt ilyen középmotoros gyerek, jármű gyerekek, mind a Lamborghini Diablo. Hú, ez tök jól megy egyébként. Na, annyit akartam még mondani, hogy én arra gondoltam, várjatok, hogy nézzük már egy belső nézetet, mert azért az... Jó néz ki ez, gyerekek. Hát ez igen. Mindenféle kényelmet ilyen hanyagoló a design. Ugye a tipikus funkcionalitás, a ruszkiknál leginkább felelhető, hogy minden a funkcionalitásra, mindent arra tesznek fel, nincs design elem, konkrétan nincs design elem a járműveiken. Ugye ezek a bordák is valószínűleg, hogy az oldalfal erősítése, ugye, hogyha megvan törve egy lemez, azért van a lindabb lemez hullámosra hagyva, meg minden hullámosra hagyva. Egy pala is azért hullámos, mert akkor sokkal inkább merevebb. De nézzétek, működnek azok a jetsek legalábbis. Lehet, hogy csak dizájnelem, de nagyon kíváncsi vagyok rá.
Meg tudjátok, mire vagyok kíváncsi? Hogyha például emögé csatnánk fel egy pótot, de lehet, hogy nem tud pótot, vagy pedig hogyha leterhelnénk, hogy mégis működik a vízbe, amit kétlek, de hogyha leterhelnénk, akkor az hogy fog működni? Hogy az le tudja húzni a föld alá? Vagyis víz alá, föld alá? Jó. Nos, kacok, menjünk. Hát szerintem a terepi... Ó, a hátsó kerék is kormányzó. Azért, hogy ugye kisebb fordulóköre legyen, és azért meg is lepően... Meglepően kicsi ívbe fordul, ez nagyon jó. Viszont aztán füstöl, mint a dög. Nagyon kemény. Oké. Okay. Ó, gyerekek, ez nagyon megy, basszus, várjál, nem tudom, ez nagyon beteg jól megy. És ezzel erről el is tudom képzelni, és ez nem egy kicsi jármű. Mármint ilyen... Így elsőre annak tűnik, hogyha ránézel, de... A kabint nézlek, hogy milyen pici. És ahhoz viszonyítasz, akkor látod, hogy... Ez, ne, ja, ez nem egy kis jármű. Itt vannak bajok, na, nyomunk egy... Jézus, oda néz! Nyomsz egy összkereket, aztán akkor ilyen nagyon érdekesen mutatja. Ez tök érdekes, mert ugye ez egy autónom csörlőzést is tudsz rárakni, mint egy scout járműre is. Sőt, hogyha... De viszont, hogyha tényleg nem kell hozzá hidat építened a különböző folyókon, és nem kell kerülgetned, és ezzel tényleg át tudsz menni, akkor... Nem úgy értve csites ez a jármű, hogy nem reális, mert ez a jármű az létezik, ez tök durva, de ez létezik ilyen jármű. És ugye nagyon sok harcjármű, például a BMP-k meg hasonlók, azok úszóképesek, meg vannak úszóképes harckocsik is. Szóval ez létező dolog, de úgy csites, hogy ebben a játékban azért nagyon fontos, hogy tervezd meg az útvonaladat, mert át kell kelned a folyókon valahogy. De hogyha így megnyílik számodra ez a dolog, hogy ezután nem kell útvonalat tervezni, hanem torony iránt mehetsz mindenen át, akkor az elég beteg, nem srácok? Elég jó, elég strapabíró, úgy nézem. Jó magas. Ugye ezért van ez a csónakszerű kialakítás az elején, meg ugye a jetses. Ez a vo... Ó, valamit találtunk, gyerekek. Nem tudom, itt le lehet-e venni. De egyébként olyan brutális a fordulás, olyan agilis, meg olyan pontosan lehet befordul, hogy gyerekek, itt valahogy lekecmergünk. Azt megnézzük. Erre rohadt kíváncsi vagyok, hogy ez tényleg valós-e. Hogyha ezt le tudják programozni, az nagyon jó. Próbáljunk meg szépen. Motorfékkel lemegyünk, gyerekek. Ruszkik azért tudtak járműveket csinálni, vagy tudnak, ugye? Ez, hogy úszóképes jármű, ezt nem olyan erbe. Á, de szerintem ezt nem csinálták meg. Ez tudja, hogy nem működik. Srácok, ez tudja, hogy nem működik. De hogyha véletlen működik, akkor megcsináljuk azt, hogy jól megrakjuk, meg még hozunk magunk után valamit, a fleet start magunk után kötjük, vagy valami. Mind egyébként rohadt jó terepjáró képessége is. Mármint ilyen tök nagy sárba vagyunk, aztán azért el lehet vele bóckodni. Jó, 600 literes tankja van, gyerekek, ez egy epic jó jármű. Figyeljetek, én berakom egy elbe most. Így. Aztán nézzük, hogy mi fog történni, ha belevegyünk a vízbe. Elsüllyedünk, mind a nagy fejszemi. Most kacok. Vízfelszínén maradunk, vagy süllyedünk? Szerintem még leér a kerék. Gyerekek, elmondom nektek, szerintem ez úszik. Nem, leér a kerék? Nem ér le a kerék már. Ugye forognak a kerekek ugyanúgy tovább, de ez úszik. Nem mondod. De akkor itt azt várjál, tovább tudunk. Jó, elbe vagyunk, ugye? Hát gondolom őszintén, hogy gondoltam, csinálok én erről egy videót, azt úgyis az lesz, hogy így bele fogunk fúródni a sárba, vagy a vízbe. Az gyerekek, ez működik. Ez tudsz. Ez tudsz hajózni, és ez nagyon durva. Nagyon kíváncsi vagyok, hogyha van lenne vontatmány utánunk. Sodrással szemben szerintem egy kicsit nehezebben megy. Nagyon durva. Itt leért a kerekünk szerintem.
Ez nagyon epik. Te figyelj, így tudsz állítmányozni mindenen keresztül ezzel. Elvileg kettő darab rakományt fel lehet csappantani. Fölrakunk valami jó nehéz rakományt, nem tudom egyébként van a súlya. De ez konkrétan, ez megy a vízbe, gyerekek. Azt nézem, hogy hiába kapcsolok neki rettenetest, vagy automatát, vagy valamit. Szerintem teljesen független, a hátulja ugye hajt, aztán csá. Hát viszont ez is egy nagyon durva dolog, beteg, hogy ez így működik. Hát ez jó. És jól meg van csinálva a fizikája a víznek. Na valahol ki kéne kötnünk, lol. De szerintem ez a játék nincs felkészülve arra, hogy én ilyeneket csinálok. Valahol kikötünk, itt van valami faház. De ez nagyon durva. Ez jó. És így lazán kijössz a vízből, érted? Aztán mész tovább. Na hát ez az igazi terepjáról, hogy gyerekek két éltűvel lehet veretni. Ha valamit szerezzünk, valami rakományt, amit itt föl lehetne csatlakoztatnunk, és akkor ugye azt így megpróbálnám bevinni a ganyéba. Várjátok, hol van itt a... Hol vagyunk egyáltalán? Hova jöttünk? Itt van egy izé, itt van egy... Ó, itt például van egy... Mi ez? Vagy azok mi vagyunk? Mi a vagy? Hol a szarba kerültünk, gyerekek? Hát ez beteg. Várjátok, itt lesz a izé fűrésztelep szerintem, úgyhogy tök jó helyen vagyunk. Ott tudunk szerezni rakományt is. És ott tudunk szerezni a rakományon kívül mást is. Ott van elvileg a Fleet Star, ugye ez egy teljesen steril map. És a Fleet Star-t majd utánunk kötjük, hogy az lehúzza minket, vagy az hogy van megoldva. Viszont ez nagyon beteg. Meg van oldva. Nem a Fleet Start, hanem egy a pótkocsit tudunk? De tudunk biztos csörlőzni maximum, nem? Várjátok, ezt dobjunk fel egy kis rakományt. Ez egyébként ez egy epik jó jármű. Én egyáltalán nem érzem csitesnek, mert hát ez egy ilyen gép, gyerekek. Ez egy nagy jármű. Tényleg egy kicsinek tűnik, de ez egy tök nagy jármű. Mi ez? Miért nem engedi fölrakni? Nem engedi fölrakni, gyerekek. Esküszöm. Amint így nyomok én egy F-et. És nem engedi fölrakni. Pedig van elvileg két rakodási pontunk. Lehet, hogy nem kell volna azt a tetőcsomagtartót felraknunk. Ezt bánom most. Szomorú lettem. De hát várjátok, hát a mapon nem mutatja, hogy nem... Ilyet ez lehet, hogy... Lehet, hogy az tényleg csak egy... Ilyen... A scout járműnek felel meg, és nem tudok vele cipekedni. Azért az bánatos lennék. Annyit még meg fogunk nézni, mert ennek több verziója van, hogy esetleg nincs olyan, amelyikkel lehet szállítani. Ennek rengeteg verziója van. Ha nézzük. Ezzel csak vontatni tudunk, de hát egyáltalán nem probléma az. Rohadt kíváncsi leszek. Ja. Kicsit megtéptük. Próbálom jó közel csörlőzni. Ja, hát ezt így a sarkára kötöttem? Igen. Ez rendesen rángott minket. Na, a gyerekek, visszamegyünk. Azt megnézzük. Figyeljetek, mi, hova megyünk vissza? Mehetek én mindenen keresztül, nem? Jó, menjünk vissza. Ez várja, megnézem, hogy nincs valami más csörlőzési pont, mert az epic szar helyre kötötte oda fölülre. Inkább oda... Aha, ott van egy ilyen vontatási pont, jó. Ott egy vonószem, egy ilyen finom vonószem, gyerekek. Ilyen korvastagságú. Na, egy ilyet, hogy át tudunk húzni egy ilyen mélyebb folyón, vagy lehúz minket, vagy megdöglünk tőle, erre kíváncsi vagyok. Megpróbálok nagyon közel csörlőzni, hogy olyan legyen, mint hogyha vontatnánk. Hát sajnos nincsen vontatási pont rajta normális, tehát pontkocsit nem tud csatlakoztatni. Viszont megpróbáljuk a többi verzióját, én el tudom képzelni, hogy van még olyan. Hát... Ez elég necces, gyerekek. Megtaláltuk a íze kriptonitját ennek a járműnek, az nem más, mint a szikla.
Fordulóköre kicsi, de azért annyira nem. Egyébként epic kicsi a fordulóköre. Mindig meglepően könnyen átfordul. Ezért annyira nem. Ez a pótkocsi se tesz jót mögöttünk a helyzetünknek. Nos, kocok, mindjárt belevágtatunk a vízbe, ezt megnézzük, hogy ez kinyír-e minket. Utána meg kipróbáljuk a többi verzióját. Van elvileg civilis, nem csak katonai. Megnézzük, talán van olyan, amelyiknek más felszerelést is tudunk felrakni. Na gyerekek, mit gondoltok? Megdöglünk-e vagy nem? Itt jöttünk ki lol. Pótkocsi. Pótkocsinek leér a kereke, vagy a pótkocsi is úszik ilyenkor, vagy mi történik gyerekek? Szóval eléggé nem értem. Mert ilyenkor olyan, mint hogyha a pótkocsi is úszna. Nem engedi, ilyenkor, hogyha mögé kötöd, akkor nem engedi el süllyedni. Bemegyünk, megpróbálunk valami mélyebbre, ide teljesen középre. Érdekes. Meg mindjárt várjatok, elengedjem? És elvileg elengedtem, de milyen leér a kereke? Ez milyen mély ez a víz? Nem. Jó, ja, bazza, az a pótkocsi úszik. Nézd ma. Viszi a víz. Lol. Ja, ezek így úsznak? Hát ez érdekes. Konkrétan viszi a víz. Hoppá, jajjaj. Elkapcsoltunk. Sodrás irányba gyorsabbak vagyunk. Nem ér le a kereke egyébként ilyen teóriákat, de ne találjatok ki, hogy azért megyünk, mert leér a kereke, mert nem ér le a kereke. Ide belegázolsz egy akármilyen járművel, akkor az... De ez nem fog úszni. Tök jó, tetszik egyébként. Jó, meg van csinálva a fizikája víznek, így egy kicsit, amikor... Ja, a sodrás irányba sokkal gyorsabb a jármű. Brutál. Megpróbáljunk még más verziókat? Tudjátok, mire lennék még kíváncsi? Mondjuk most lehet, hogy már leér a kerekünk. Nagyon, nagyon beteg. Igen, sodrás... A folyó sodrásának ellenkezőleg mész, akkor sokkal lassabb. Van fizikája a víznek. Megállítom a motort. Semmi. No probléma, gyerekek. Kis csónakom leng a Duna vizem van. Ez olyan durva. És tudom, sokan arra gondolnak, hogy biztos leír a kereke, de nem ér le a kereke. Nem ér le. Kár, hogy nem látni le a vízbe, de hát ez egy nagyobb mély víz itt. Szerintem ez egy ilyen 3-4 méter minimum. Jó, nézzünk már meg izéket, srácok. Másik verziókat. Hát ezt vissza is állíthatom, hogyha úgy van. Elmegyünk a teherautó kereskedéshez, és akkor mutatom, hogy milyen verziók vannak itt. Még vannak modolt járművek, úgyhogy ne nézzetek nagyon körül, mert akkor buktuk. Van egy 1002-es lada, meg van egy ilyen böszme, ezt is ki fogjuk próbálni. Ez nagyon beteg. De próbáljuk, majd nézzük meg ennek a verzióit. Igen. Van egy ilyenünk, nem tudom, lehet, hogy nem, nekem ez van. Van egy ilyenünk, amelyik... És lehet, hogy ez az úszó verzió, ez meg a sima. Látod? Aha, minden egyiből van egy sima, meg egy úszó verzió. Hát ki kellett volna próbálnunk, hogy hogy viselkedik egy nem úszó verzió. Ez konkrétan tök ugyanaz, csak éppen annyi. Ó, és ez meg egy 8x8-as lesz? Nekek csodálatos dolgok vannak. Aha, ebből van egy ilyen nagy verzió. Ezt próbáljuk már ki. Meg azt kellene megnéznünk. Igen, akkor van egy úszó, meg egy sima verzió. És akkor meg kellene néznünk, hogyha egy simát viszünk ki. És van ebből egy M-es. Azt nem tudom, hogy mi. Vigyünk ki ebből egy simát. Vegyük meg mindenképpen. Teherautó tárolóba rakta, hülye?
Oké, és akkor nézzük a testre szabást, hogy itt mik vannak. És nézzük meg a vászszerkezet, erre voltam kíváncsi. Tetőcsomagtartó, síkplató. Jó, legyen a síkplató, platók. Ezek kb. Ugyanazokat lehet. Aha, minden ugyanaz. Jó, hát ezen viszont 50-es izék vannak. 50-es kerekek. Felfüggesztés. Szabványos váltó. Ezeket nem is tudom cserélni. Ja, hát a design elemeket is megnézhetnénk, de szerintem körülbelül ugyanaz. Viszont ezt a water jetet, ezt bekapcsolom. Annak ellenére, hogy ez nem írja úszó verziónak. Ja, hát nem sok minden van. Kivizsgáljuk a garázsból. Ez ugyanaz, csak egy 8x8-as. És ennek lehet, hogy már van olyan csatlakozója, hogy pótot lehet utárna. Nekem nagyon gyanús. Középen van egy ilyen. Akkor ezek közül lehet, hogy van olyan ugye, amelyik ilyen scoutnak inkább felel, meg ez, meg lehet, hogy már aznak nagyon benn van ott az a csatlakozó. Akkor nem tudom, hogy ez működni fog-e. Mindjárt megnézzük. Ó, van neki, gyerekek, tudunk vele vontatni. Na, ez. Erre kíváncsi vagyok most. De ez lehet, hogy nem az úszó verzió, úgyhogy lehet, hogy be fogunk vele félelni. Viszont annyit csináljuk ma meg, hogy ne éjjel akarjak közlekedni. Oh, jól néz ki, az a 8x8-as még betegebb, mint a másik. És ezzel viszont lehet, hogy ez erre lehet pakolni. És ennek nem fordul a hátsó kereke. Szóval ez egy kicsit nehezebben. Összkerék meghajtás folyamatosan be van kapcsolva. Na srácok! Ez nem egy úszó verzió, akkor lehet, hogy nagyobb be fogunk cseszni vele. Rá fogunk cseszni vele. Viszont ezen is vannak ezek a water jetek, szóval érdekes. Ugye kipróbáljuk. Roppant érdekes, mivel ugye azért a játék szerintem nem volt felkészülve, hogy ilyen úszóképes járművekkel fogsz játszani. Gyakorlatilag egy ilyen flottát kialakítasz magadnak ilyen úszóképes járművekkel, aztán nincs akadály semmi. Hát ja, de azért mondjuk ja, a telepjáró képességben vannak jobb járművek, elképzelhető. Bár most azért húzunk magunk után egy elég méretes szerelvényt. Arra vagyok kíváncsi, hogyha ez tényleg úszóképes, és azért ezek a vasrönkök valószínűleg nem fognak úszni a víz felszínén, hogy ezek lehúzzák-e, még mindig ezen kísérletezek. Bocs, hogy ilyen hosszú a videó, de nagyon rettenetesen érdekel engem ez a téma. Hogy mennyire jó a fizika a játékban. És a rohadt életben, hogy a Farming Simulatorban miért nem lehet normális fizikát csinálni még mindig, meg grafikát. 10 évvel ezelőtt emlegettük, hogy miért nincs olyan fizika a Farming Simulatorban, mint a Spin Tires-ben. Nem gondoltunk arra szerintem, hogy még 10 év múlva is ugyanazt a szar engine fogja használni a Farming Simulator, mint amit használt 10 évvel ezelőtt. Ez nagyon beteg, nagyon durván néz ki. Hogyha esetleg ez nem úszóképes, hozok egy úszóképes verziót is el. És mindenképp ki akarom próbálni, hogy ezt a szerelvényt... Jaj, az a patka megdobott minket. Na, ugyanitt mentünk be, mindjárt kiderül. Na, teszünk egy rettenetest, vagyis egy felezőt. Aztán bele a vízbe, aztán meglátjuk, hogy most elmerülünk-e, vagy nem. Jaj. Ajaj. Ajaj. Így gyerekek. Aha. Oké. Ez nem úszóképes. Ennyi gyerekek. Vége a bulinak. Vége a bulinak. Úszóképes úgy, hogy konkrétan mindjárt sodrás felborít minket. Hát annyi, hogy mint egy darab kő. Ez nagyon durván jó meg van csinálva. Várj, ezt leakasztom, ezt a pautot. Hú, mennyi bontatás pont. És
mindjárt sodrás felborít minket. Ez ugye annyira úszóképes, hogy semennyire. Ó, a gyerekek, mindjárt kell hoznom most egy másikat, egy úszóképeset, és itt kimenteni a dolgokat, meg kell nézni, hogy ez hogy működik, ez nagyon tetszik. Veszünk egy úszóképes verziót is ebből, bocs, de ezt ki kell próbálni, ez nagyon jó. Ebből a nagyból volt olyan, hogy floatingos, ugye? Ha van egy ilyen emmes, amit nem tudom, de van egy ilyenünk, ez ilyen úszóképes szerintem. Így de jól néz ki. Na, menjünk. Aha. Testre szabásnál. Izét ezt megveszem rá, nem tudom, hogy ez mennyire fontos. Ja, water jet, ennek így csak egy opciója van. Jó. Többit nem is nézzük szerintem, ha megyünk, mint az őrüttek, jó? Megyünk menteni. Az nem úszóképes. Az úszóképessel. És akkor legalább össze tudjuk hasonlítani, hogy most konkrétan milyen fizikák lesznek. Mert egy kicsit füstölünk el. Ja, hogyha nem úszóképessel mész, akkor is lehet, hogy meglódultunk egy kicsit. Akkor is ugye, hát bele tudsz gázolni a vízbe, de konkrétan mint egy darab kő, így elkezdesz benne sodródni. Ugye bármilyen járművel természetesen így elkezd vinni a víz. Vagy éppen elsüllyed, vagy pedig ugye, hát ennek ugye a motorja azért nem állt le annak a nem úszóképesnek is, amit az előbb próbáltunk, mivel nagyon magasan van a... Na, tegyünk egy összkereket. Nagyon magasan van a légszűrőnek a beömlője, a légbeömlője, és azért ugye nem kap vizet. De attól még sajnos tehetetlen a vízbe. Szuper. Na jó, itt ki lehet próbálni őket, itt kapásból van víz. Még arra azt akartam volna, nem tudom, sajnos erre a platóra lehet, hogy aztán nem lehet semmit szerelni. Megint nem néztem meg. Mármint nem lehet felrakni semmilyen rakományt, pedig arra azért kíváncsi lettem volna. Bár mondjuk egy darúval azért föl tudsz dobni egy autót, vagy tudsz ilyeneket csinálni. Akármit is fel lehet rárakni, ami felfér egy darúval. Viszont nem tudom, hogy akkor is úszóképes marad-e. Na, viszont most megnézzük ezt a verziót, és megpróbáljuk kimenteni. És erre tudunk csatlakoztatni pótot. Na, arra kíváncsi vagyok, hogy az hogy fog viselkedni. Jobb az, hogy nem patka volt, amin az előbb átugrottam, hanem egy szalagkorlát. Hát jaj, itt vannak bajok, na. Ben van mindenki a vízbe. Megjött menteni a dög. Hát itt hidakat nem kell építeni, srácok, itt te felejtsd el. Egyébként van olyan jármű, és képzeljétek, hogy ilyen hidvető. Ilyen harci jármű, tudjátok, átmanulnak itt van. Ilyen hidvető járműnek. Hű, bazzel, mi vannak itt problémók, nem? Na, gyerekek. Mi fog történni, ha bemegyünk a vízbe? Ó, és ez meg is lódult, mint egy hajó, tök brutál. Meg ezt ugye tudod ilyen nagyon lazán irányítani a vízbe, nagyon jó. Megjöttünk, testvéreim. A másik az konkrétan elven süllyedve. Hát igen, ez rohadt jó, nagyon jó cucc. Arra kíváncsi lennék. Igen, hát az csak így sodródik. Ugye egy pótot fölakasztanánk. De így rendesen. Akkor az nem elhúzna le minket. Ez most bejött talán sajnos. Viszi a víz. Ja, hát igen, viszi a víz sajnos ezt a pótot. Úgyhogy ez elég nehéz lesz így felakasztani. Meg vöszve távol is van. Na. Nem lesz jó. Hát
Hűj! Az anya úristene! Ezt fel is borítottuk. Hát ez nagyon durva, gyerekek. Ezzel azért lehet művelni dolgokat, ez nagyon jó az a gép. Figyeljetek, alszunk egyet, egy időugrást csinálunk. Jó, hát ez egy nem szar jármű, na. Meg kell hagyni. Ezzel így mindent is meg tudsz oldani szerintem. Azt meg úgy húzza, mint a rongyot. Ki akarok menni a szárazföldre és rendesen magam mögé akasztani, hogy lefele lehúzza minket. Na mindjárt fölborul az a szar. Na ja, elment a rakományunk, igen. Oké. Na most akad fel, sajnos viszont már rakomány az nincs rajt. Hát ezzel így el lehet dagogyázni. Ezt mindenkinek ajánlom ezt a módot, azért el lehet vele hülyéskedni. Hát egy ilyen főjáték módban azért berakod konkrétan elég god mód, nem? És nem amiatt, mert ez bármennyire is a valóságban nem lenne így, tehát azért ebben a játékban nem számítottak arra készítők, hogy úszóképes járműveket fogsz bepakolni. Ja, ez nagyon epik. De szerintem a póthoz nem húzza le nagyon. És ez tényleg egy ilyen nem kivitelezhető dolog amúgy a játékban, hogy hát kell, és nagyon sok időt elcseszel azzal, hogy például hidakat építesz, meg ugye kerülsz, mert tényleg nem lehet átmenni a folyón máshogy, és így meg halál lazán érted. Ez jó, nagyon durva. Na, gyerekek, szerintem ennyi lett volna ez a rész. Nem számítottam rá, hogy ez tényleg így működik, ennyire jól. De mégis. És ez jó. Egyébként, hogyha szeretném így pontozni, akkor azt mondanám, hogy a mod egy olyan kinézetre egy ilyen 9/10, mivel azért a textúra néha egy kicsit olyan mosottas, de tök jó egyébként. Tök jó, hogy ilyet is kreáltak a modderek, és nem tudom, hogy oldották meg, hogy a vízbe tud működni, mert először arra gondoltam, hogy lehet, hogy ott ugye úgy érzékeli a jármű, mint hogyha a kerekei leérnének, de nem, mert mindig a víz felszínen marad, pontosan ugye a víz felszínen, függetlenül attól, hogy mennyire mély vízbe mész. Mert akkor, hogyha ugye a kerekei gyakorlatilag, hogy idézőjelesen leérnének a talajra, ugye a fenékre, akkor mindig emelkedne és süllyedne a járműnek a magassága, hogy éppen változik ugye a medernek a domborzata, de az se történik meg. Ja, jó néz ki gyerekek egyébként. Ja, egy kicsit a textúra olyan kopottos, de jól áll neki. Mivel valószínűleg, hogy ezt lehet, hogy így is festették le, így szartak rá. Valamennyire le van festve. Enyhén egy kicsit már rozsdásodik. Igazi ruszki gép. Na, köszönöm a figyelmet, jók legyetek, csácsomi!